Ünnepség a Fehérbot napja alkalmából a Vármegyeházán. A szervező Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület döntéshozókat, partnereket és önkénteseket is meghívott az eseményre. A nyíregyházi székhelyű országos szervezet határainkon innen és túl közel 1500 tagot számlál. Az egyesület célja, hogy a világnaphoz kapcsolódóan is felhívja a figyelmet a látássérültek társadalmi jelenlétére. Az egyesület elnöke elmondta, egy látássérült számára minden nap küzdelmes, minden nap kell segítséget kérni. Éppen ezért fontos a döntéshozók és a fogyatékossággal élő embereket tömörítő civil szervezetek közötti párbeszéd erősítése. Nyíregyháza város területén este 6 óra és reggel 7 óra között zöld időben nincsen hangjelzés a lámpákon, tehát azok a látássérült emberek, akik dolgoznak, gyerekeket nevelnek, vagy csak művelődni szeretnének, ők már, ha lehet, akkor este 6 óra 1 perckor ne tartózkodjanak kint, hiszen a biztonságos közlekedésük ennek a hiány állapotnak a következtében megsérül. Aztán a rollerek, nincsenek kialakított és felfestett rollerparkolók, viszont a rollerek szanaszét hevernek Nyíregyháza városban. Erre is kellene valamilyen szankcionális szabályzatot kialakítani, úgyhogy meg kellene hallgatni a civil szervezeteket. Nekünk vannak tapasztalati szakértőink, jó gyakorlataink más megyeszékhelyekről. Ezeket nagyon szívesen megosztanánk a döntéshozókkal, és egy eredményesebb párbeszéd is kialakulhatna. Az ünnepségen részt vett Baracsi Endre, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke, aki elmondta, fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékossággal élő sorstársainkra, élethelyzetükre, problémáikra, és segítsük azt az érzékenyítő folyamatot, amely a mindennapi életünk része kell, hogy legyen. Most ugye a Fehérbot napját ünnepeljük, a látássérültekkel vagyunk együtt, de emellett természetesen minden más fogyatékossággal együtt élőnek a problémájára is szeretnénk felhívni a figyelmet, és arra is, hogy ők nagyon értékes tagjai a közösségünknek, nagyon értékes tagjai a társadalomnak, és ők sokkal többet tudnak hozzátenni a közösség fejlődéséhez, mint amit mi akár gondolunk a hétköznapokban, és ezekre az értékekre szeretnénk felhívni a figyelmet a mai nap is, és arra is természetesen, hogy azért itt is születnek olyan értékes emberek, és alkotnak olyan értékes emberek, akikre büszkének kell lenni, és a Fehérbot napján ezt is szeretnénk mindenképpen úgymond reflektorfénybe helyezni. Az ünnepségen átadták az Egyesület elnöksége által 2022-ben alapított önkéntességdíjat. Az elismerést idén G. Kosik Anita, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművésze, valamint Deme Jánosné és Deme János az Egyesület Máté Szalkai kistérségében működő Óda a fényhez látássérültek klubjának alapítói és működtetői kapták.